Vége? Igen, vége, Bia. Mi lesz most? Csangunám meghalj. Meghalt azt a muráj? Igen. 23 év után végleg bezárja kapuit a Józsefvárosi piac pénteken. Óriás plakátad útmutatást a vásárlóknak arról, merre is keressék megszokott kereskedőjüket, akiknek ma évfélig kell kipakolniuk. Az érintett területen lázas munka folyik. Ahol pénzváltók sokasága fogadta az ide látogatókat, most üres bódék sorakoznak. Pillanatok alatt eltűnik a bódéváros. A Józsefvárosi piac kőbányai úti területét hétfőn kell visszaadni tulajdonosának, a MÁV ZRT-nek. Az első 4 konténert a sárba én raktam le 23 éve. Aztán úgy épült szépen föl, és hát fokozatosan elsorgott. Most meg ez van. Mi lesz a jövő? Vagy már nincs is jövő? Elég homályos, ha így megy minden. A még itt maradt árusok pakolnak, költöznek. Többen a túloldalon bérelnek majd új helyet portékáik számára. Ennyi ide árult itt? Hát, sok éve árul van, komolyan. Mi legyen most már? Miket árult? Hát, ilyen álló, nyakendő, póló, ilyen álló van. Uh-huh. Szomorú. 12 évig itt voltunk, és ez lett belőle. De nagyon jó volt a piac, sok ember járt ide, 100-200 kilométerre. De most lerombolt, olyan, mintha vulkán jött volna itt, és gyászba borult minden. Sajnáljuk ezt a piacot, de nagyon, nagyon. Bezárom minden ember szíve fáj. Hová kereskedő? Gyeng, nehéz kereskedő. Az a baj, tudod. Vége? Vége? Hová? Hova mentek? Ott a másik túloldalon. Túloldalra? Aha. Ott ugyanezekkel a feltételekkel tudtok árulni? Igen, ugyanaz. Uh-huh. Ott már épül a új papír. 2 hét múlva már lesz. Van, aki az utolsó pillanatig árul. Az sem zavarja, hogy mellette már bontják a papíromokat. Ez a borzalmasan szomorú, mert itt az egydarabosak mentek, ott nagy kell van, és akkor itt az a kispénzű ember is elvesztette ezt a lehetőséget. És ez végtelen szomorú. Az út túloldalán nagy a készülődés. Sokak már jó előre megkötötték az új bérleményre a szerződésüket. Van, akinek most gőzerővel készül a boltja.